Áramszünetek az északi város részben, nincs baj, csak dolgoznak. Csalók járják a várost, nem létező megállapodásra hivatkoznak. Rezsicsökkentés és adók 20%-kal csökkent a vízműbevétele. Jó estét kívánok, ez az Aktuális június 18-án szerdán, jönnek a részletek. Áramszünetek nehezítik az északi város részben élők életét. A szolgáltatás szüneteltetésére egy hetek óta tartó beruházás miatt van szükség. Az EMASZ ezen a területen földbe helyezi a 20 kilovoltos légvezetékeket. Betonozzák a járdát a munkások az északi külhatár utcában. Hetek óta folynak a munkálatok Gyöngyös északi város részében, ahol az EMASZ a földbe helyezi a 20 kilovoltos vezetékeket. A cég a biztonságosabb villamosenergia ellátás érdekében egyúttal felújítási és karbantartási munkálatokat is végez. Ezért az északi város részben élőknek napokig közel 8 órás áramszünettel kellett számolniuk. A szolgáltató ilyen szórólapokon tájékoztatta a lakókat. Az északi város részben végzett korszerűsítési munkálatok, melynek keretében a légkábeleket, a 20 kilovoltos légvezetékeket földkábelre cseréljük, lassan a végéhez érkezik. Jövő hét elejére a munkák nagy része befejezésre kerül. A hiánypótlások esetén lehet még egy-két alkalommal olyan, hogy a áramszünetre kikapcsolásra kerülhet sor, de erről természetesen az előírásoknak megfelelően 15 nappal előre az érintett fogyasztókat tájékoztatni fogjuk. A rekonstrukció teljes költségét, mintegy 40 millió forintot az EMASZ biztosítja. A munkálatok a Seregély utcát, az északi külhatár és a Diósmalom utcák közötti szakaszokat érintik. Én úgy gondolom, hogy a munka műszaki részével, tehát hogy a légvezetékeket kábelre cseréljük, ezt mindenképpen be fogjuk fejezni, de a helyreállítási, tereprendezési munkálatok, amik ugyanúgy a feladat részét képezik, gondolok itt most a régiosztopok bontására, a füves területek vagy zöld területek rendezésére, illetve a járda felületek újraaszfaltozására, azok még néhány hétig elhúzódhatnak. A munkálatok tehát a tervek szerint haladnak, így várhatóan június végére, július elejére be is fejeződnek. Ismét csalók járják Gyöngyöst, ezúttal csatornatisztítást vállaló cég munkatársai csöngetnek házakba és csalnak ki több tízezer forintot. A városi önkormányzattal kötött, valójában nem létező megállapodásra hivatkoznak. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy hasonló jellegű próbálkozások esetén a rendőrséghez vagy a Heves megyei vízműhöz forduljanak segítségért. Céglogó nélküli, 6 személyes platós kis teherautóval járják a várost azok a csalók, akik csatornatisztítást vállalnak. Egy lakossági bejelentés szerint kezdetben alacsony árat kínálnak a munkáért, végül több tízezer, egyesek szerint akár 80 ezer forintot is elkérnek a vízelvezetők tisztításáért, hangsúlyozta dr. Szemes Paula, környezetvédelmi előadó. Olyan szolgáltatásért kívánnak pénzt beszedni a lakóktól, az önkormányzatra hivatkozva, amit az önkormányzat nem jelölt meg, vagy nem rendelt meg. Tehát az önkormányzat úgy a szennyvízcsatorna, mint a csapadékcsatorna tisztítását szerződéssel rendeli meg a Városgondozási ZRT, illetve a Heves megyei vízmű a szolgáltató, de ennek gyakorlatilag semmi köze nincs a lakókhoz. A lakosságnak a vízelvezetők tisztításáért nem kell fizetnie, hiszen ez benne van egyrészt a szennyvízdíjban, másrészt a csapadék csatorna karbantartását az önkormányzat a költségvetésből fedezi. A csalók híre gyorsan terjed a városban. Újságban olvastam, de annak az embernek, aki ilyenért fizet, valami nyomása lehet, mert azért, hogy a város tulajdonába vagy valaki közmű tulajdonába levő csatornát akárki kitisztítsa, az fizeti a közmű vagy a város, de maszeknak annak semmi köze hozzá. A környezetvédelmi főelőadó szerint az átveréssel próbálkozó szakemberek évek óta járják már az országot. Évek óta különböző városaiban bukkannak föl az országnak, a csatorna tisztítását ajánlják föl, tulajdonképpen el is végzik ezt a feladatot, tehát mondjuk egy bekötő csatorna tisztítását, ami a házi bekötő csatorna tisztítása, állítólag el is végzik, de az a hír, amit most mondtak, hogy 80 ezer forintot kértek érte, hát ez gyakorlatilag irreális egy bekötő csatornáért.
Ha valaki találkozik a fent említett csalókkal, azonnal értesítse a rendőrséget, illetve a Heves megyei vízművet. Ne adjanak pénzt a csalóknak, és ne engedjék be őket otthonukba. Akár 20%-kal is csökkenhet a Heves megyei vízmű ZRT éves árbevétele 2014-ben a rezsicsökkentés és az ágazatot terhelő különböző adók hatására, mondta a keddi fórumban a cég vezérigazgatója. Bánhidi Péter úgy fogalmazott, hogy jelentős megszorítások árán, de kezelni tudják a helyzetet. Jelentős veszteségeket szenved el a Heves megyei vízmű ZRT a rezsicsökkentés és az ágazati különadók hatására. Bánhidi Péter, a cég vezérigazgatója, a keddi fórumban azt mondta, 2013-ban ez több mint 700 millió forint kiesést jelentett a társaságnak. Én elsősorban a közműadót emelném ki, amely több mint 400 millió forint. Ha a közműadót, a egyéb járulékos terheket, mint a sárga csekkadó, tranzakciós díj és különös tekintettel az energiahivatalnak fizetendő éves díj, ennek az összege az olyan 530-540 millió forint volt, a tavalyi összeget mondom. Ehhez jön a második fél évben több mint 200 milliós kiesést jelentő rezsicsökkentés, ami idén már a teljes évben terheli a társaság költségvetését. Bánhidi Péter úgy számol, a terhek összege idén elérheti az árbevétel 1/5-ét. A vezérigazgató azt mondta, komoly megszorítások árán, de eddig tudták kezelni a helyzetet. A vezérigazgató az ágazatot érintő várható változásokról is beszélt. A tervezett országosan egységes díjak kérdése egy napokban Egerben rendezett konferencián is szóba került. Itt a előadáson azt hangzott el a konferencián, hogy ennek a megvalósítása, megvalósíthatósága olyan 2-3 évet év után képzelhető el, de hozzá kell tennem, hogy ezek csak vélemények, tehát semmiféle konkrét állások vagy jogszabálytervezet ezzel kapcsolatban nincsen. Ez a kérdés összefügg a integráció további folytatásával. Az integrációs folyamat eredményeként az elmúlt egy év alatt a hazai vízszolgáltató cégek száma a 10-re csökkent, és a várakozások szerint tovább feleződhet. Ezzel kapcsolatban konkrétumokat még nem tudni. Növelni a taglétszámot és hatékonyabbá tenni a szervezet érdekképviseleti szerepét a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének új elnöke. Palik Tibor kedden stúdiónkban arról beszélt, ezek mellett a feladatok mellett tovább szeretné vinni azokat az ügyeket is, amelyeket elődei indítottak. Tegnap este Fórum című műsorunkban mutatkozott be Palik Tibor, a Mátraaljai Munkaadók Egyesületének nemrégiben megválasztott új elnöke, aki a leköszönő elnök Farkas András társaságában beszélt célkitűzéseiről. Azt mondta, legfontosabb feladatának a taglétszám növelését és az érdekérvényesítés hatékonyabb átételét tartja, miközben azokat az ügyeket is folytatni kívánja, amelyeket elődei indítottak el. Így a félórás ingyenes parkolás ötlete és az építményadó csökkentése is napirenden marad. Én azt hiszem, hogy ebben az elődeim nagyon sokat dolgoztak, és nem szeretném, hogyha az a sok munka kárba vészne. Úgyhogy mindenképpen célul tűztük ki, hogy ezeket mindenképpen a véghez fogjuk vinni valamilyen formában, de természetesen ezt mi egyedül nem fogjuk tudni megtenni, ehhez azért a Gyöngyös Város Önkormányzatának is partnernek kell, hogy legyen. A leköszönő elnök Farkas András azt mondta, mindkét kezdeményezésük megakadt az elmúlt évben, és szerinte a kisvállalkozások iparűzési adójának elengedése sem teremt lényegesen kedvezőbb vállalkozási környezetet. Az egy nagyon jó dolog, hogy a kisvállalkozásokat próbálja az önkormányzat valamilyen formában segíteni, de akkor mi most, ha gyerekek vagyunk? Tehát én úgy gondolom, hogy azért az adóknak a nagy részét, úgy az iparűzési adó, mint az építményadó nagy részét mi, tehát nagyobb vállalkozások fizetjük be. Az MME új elnöke nagyobb munkamegosztást vár az elnökségen belül, ezért az elnökséget 7 tagúra bővítették, és alelnököt is választottak. 4 év vérben és vasban. Ez volt az első világháború, melyre kitörésének 100. évfordulóján emlékezik az egész világ. A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Gyöngyösön tartott regionális értekezletéhez kapcsolódva városunkban is elkezdődtek az első világháborús megemlékezések. Az első ünnepség a majdnem napra pontosan 83 évvel ezelőtt, 1931. június 21-én leleplezett Huszárszobornál történt.
Még ott vannak a trianoni megemlékezés során elhelyezett koszorúk a huszárszobor talapzatán, de már újabb ünnepség helyszíne volt a 6-os számú Württemberg huszárok emlékműve. Az egybegyülteket, akik között ott voltak a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének Gyöngyösön értekező képviselői is, Szoboszlai Endre nyugállományú ezredes köszöntötte. Beszédében az első világháború történelmi tanulságairól szólt. Nekünk, az utókornak az a feladatunk, hogy reálisan emlékezzünk az első világháború tragikus eredményeire és következményeire, hogy okuljunk a történelmi tragédiákból, hogy ne kövessük el újra elődeink sajnálatos, sőt, megbocsáthatatlan hibáit. A nagy háborúban, ahogy elődeink hívták, óriási áldozatot hozott az emberiség a semmiért. A háborúban mozgósított 3,5 milliós magyar haderőből több mint 500 ezeren hősi halált haltak, 1,5 millióan megsebesültek. Gyöngyösről a 6. Württemberg huszárezred vett részt a háborúban, a város fiai pedig zömében az Egri 10. Honvéd gyalogezredben, illetve a 60. gyalogezred kötelékében harcoltak. Emlékeztetett a tényekre Báriné dr. Gál Edit, a Város Szépítő Egyesület elnöke. Harcoltak a szerb, az olasz és az orosz fronton. A háború mai ismereteink szerint, hisz ezek a számok még változhatnak, a városban 494 hősi halottat követelt, és mindemellett 447 fő volt, aki sebei következtében megrokkant. A hősi halottaknak emléket állítottak a gimnáziumban, a zsidó temetőben, és emléktáblát a ferencesek templomának falán. Az 1931. június 21-én felavatott emlékmű lett mégis a legfontosabb első világháborús emlékhely, amelynél azóta is rendszeresen koszorúznak. Most is ezt tették. Örülök annak, hogy egyrészt mi lehettünk a nyitány, másrészt pedig azért is, mert nyugodtan merem mondani, hogy kellően elfeledett történelmi esemény ez a város számára, hiszen meggyőződésem, hogy ma nagyon sokan új ismeretekkel lettek gazdagok. A megemlékezők azt szeretnék, ha mostantól fogva egy kicsit nagyobb figyelmet kapna a Gyöngyös első világháborús múltja, és az a kutatás is, amely pár évvel ezelőtt indult, és az első világháborúban életüket áldozó gyöngyösiek sírjait próbálja feltárni. Jelen ismeretünk szerint a zsidó temetőben található emlékmű az egyetlen első világháborús katonasír. Gyöngyösváros önkormányzata, a Gyöngyösi Úszókért Alapítvány és a Gyöngyösi Sportfólió Kft. Összefogásával szombaton az úszás világnapi alkalmából Gyöngyös is egyik helyszíne lesz az országos eseményeknek. A városi strandfürdőbe már 9 órától térítésmentesre lehet belépni, cserébe csupán egy host kell úszni az 50 méteres medencében, tudtuk meg dr. Csépe György szervezőtől. Szerte Európában június 21-én úszás napja van. Mindenki, aki csak él és virul, aki csak megteheti, víz közelébe megy, és úszni fog. Mi Gyöngyösen úgy gondoltuk, sportszervezők, úszáshoz kötődő sportemberek, hogy megszervezzük június 21-én 9-től fél 11-ig, 11-ig, fél 12-ig azt a lehetőséget, hogy ingyen lehessen bejutni az úszodába, és mindenkitől azt várjuk el, hogy úszon legalább egy hosszat. Az úszás mellett ezen a napon több más érdekesség is várja majd a látogatókat. Gazdag ez a nap, hiszen MB2-es vízilabda forduló is lesz délután, és azt javaslom, hogy mindenki, aki megteheti, jöjjön el az úszodába, úszon. Nem csak ez a júniusi egy esemény van, hanem egy hét múlva, 21-ére lesz a Magyarország egyik legnépesebb úszóverseny, a Parafa Kupa. Tavaly 34 egyesület vett részt, és több mint 500 sportoló. Az idén is erre számítunk, és úgy gondolom, hogy nagyon népes mezőny lesz. A szervezők bíznak benne, hogy a szombati úszás világnapján is több százan látogatnak majd ki a Gyöngyösi strandra. Kefcsinálásképpen ezúton is jelezzük, hogy a szervezők az 50 méteres távot leúszókat regisztrálják, és délben 5 fél éves strandbérletet is kisorsolnak majd a jelenlévők között. A
A hétfői jogegységi döntés után sok család fellélegezhetett, a tisztességtelen árfolyamrés után pedig most itt egy újabb ok az örömre. A szakértők szerint azok a devizahitelesek is jól járhatnak, akik már nagyobb részt visszafizettek, mivel azokból is visszakaphatnak pénzt. Szakértők szerint azonban az is fontos, hogy a törvényalkotók ne essenek túlzásokba, mert azt a hazai bankszektor sínylené meg. A piaci forint alapú lakáshitel már olcsóbb, mint a támogatott, amelynek a kamata már szinte mindenhol a 6%-os minimális szinten van. A lakásvásárlók mellett azoknak is érdemes körülnézniük a bankoknál, akik korábban felvett drága hitelt törlesztenek. A jelenlegi ajánlatok már szinte kivétel nélkül 7% alatt vannak, és számos banknál érhető el 5,5% alatti THM 20 éves futamidőre. Az alacsony kamatok mellé ráadásul a hitelintézetek további akciókat hirdettek meg. Most pedig nézzük, hogyan álltak délután 5 órakor a budapesti értéktőzsde vezető részvényei. A Magyar Telekom 332, a MOL 12735, az OTP 4478, a Richter 4218, a TVK pedig 4055 forintba került egy órával a tőzsdezárás előtt, amikor a hivatalos index a BUX 18850 ponton állt, ez a tegnapi záróértékéhez képest 155 pont emelkedést jelent. Most pedig a legfontosabbak még egyszer röviden. Három szünetek az északi város részben, nincs baj, csak dolgoznak. Csalók járják a várost, nem létező megállapodásra hivatkoznak. Rezsi csökkentés és adók 20%-kal csökkent a vízműbevétele. Ez volt az aktuális szerdán, várom vissza önöket holnap is friss információkkal, addig olvassák el híreinket a www.gyöngyöstv.hu oldalon. Minden jót, a viszontlátásra! Yeah.